Csörgött a telefon, fölvettem. Este 8, akkorra menjek, mindenképp öltönyben, ez és ez a cím, ne legyek túl rikító és ne is játsszak túl hangosan, mondta a férfi a vonal túloldalán, és én csak annyit feleltem, hogy rendben, ott leszek. A pénzt nem firtattam. Ezek akkor is fizetnek, ha nem kérem, még ha ez nem is a tisztesség jele, inkább arról van szó, hogy elvarázsolja őket egy felsőbbrendű érzés, mikor a kezembe csúsztatnak 40-50 rongyot, és megveregetik a vállam, hogy köszi, fasza volt, és hívunk majd máskor is, ha kell lesz, ha lesz ilyen alkalom. A Váltóáram című novellás kötetem 9 novellát tartalmaz, ezeket az elmúlt 5 év során írtam. A történetek nagyon különböző társadalmi helyzetből, társadalmi helyzetben lévő karakterek, személyek történetei. Egy fő motívum köti össze igazából ezeket a novellákat, egy szupernova robbanás, az Orionnak, az egyik legismertebb csillagképnek az egyik csillaga robban föl. Ez egy valós lehetőség, hiszen anno 1054-ben a kínaiak is láttak egy hasonló, följegyeztek egy hasonló jelenséget.